Üdvözlök mindenkit, Liza vagyok, ez itt a Végig Sima. Ez alkalommal egy nagyon könnyen köthető, mégis meglepően különleges és szép mintát nézünk meg. A mintaegység két szem, ehhez egyet adunk még a szimmetria miatt, itt látjuk például, hogy fordított szem az első és fordított az utolsó is, plusz a két szélszem. Ezt a mintát 14x2 plusz 1 plusz 2, 31 szemmel kötöttem. Magasságban a mintaegység 6 sor, és mind nagyon könnyen köthető. Ezekbe a fordított szemek közt kialakuló bogyókba akár kis virágokat, kis bimbókat is beleláthatunk, csak ezek jóval könnyebben készülnek, mint például a kis rózsáink vagy rózsabimbóink, amit nemrég kötöttünk. Ezt a darabot folytatjuk majd úgy, mintha közvetlenül a szemfelszedés sora után lennénk. Az első szélszemet mindig simán leemelem, az utolsót pedig fordítottan kötöm majd. Az első sor következik, tehát szélszem, és végig sima szemeket kötünk. Szélszem. Ez volt az első sor. A második sor következik, szélszem, és végig fordított szemeket kötünk. Szélszem. Ez volt a második sor. A harmadik sor következik, szélszem. Kötünk egy fordított szemet. Majd a következő szem után szórjuk a tűt a következő két szem közé. Innen kihúzunk egy húrkot, majd egy ráhajtást teszünk a tűre, és magát a szemet simán kötjük. Így egy szemből hármat készítettünk. Ezt ismételjük végig. Fordított, a következő szem után szórunk, gyakorlatilag egy sima ráhajtás. Sima, áttesszük a jobb tőre. Egy szemből hármat kötöttünk. Fordított.
két szem közé szúrunk, sima ráhajtás, sima. Ezeket érdemes hosszúra hagyni, ezeket a szemeket, ráhajtásokat. Egyrészt, hogy a következő sorban könnyebb dolgunk legyen, mikor majd ebből a három szemből újra egyet kötünk, illetve azért is, mert így ezek a kis virágok sokkal kifejezőbbé, érdekesebbé válnak. Fordított követi tehát újra. Sima ráhajtás, sima. Fordított. Sima ráhajtás, sima. Fordított szem mögé. Sima ráhajtás, sima. És itt a szimmetria szeme, ugyanúgy fordítottal zárunk, mint ahogy kezdtünk, és még a szélszem. Ez volt a harmadik sor. A negyedik sor következik, szélszem. Egy sima. És most azt a három szemet, amit előbb egyből kötöttünk, egybe kötjük, méghozzá fordítottan. Tehát a következő három szemet fordítottan összekötjük. Ezt ismételjük végig. Sima. Az előző sor ráhajtás sima ráhajtását fordítottan egybe kötjük. Sima. Három szem fordítottan egyben. Sima. Fordított, sima. Fordított, sima. És sima szemmel zárunk, mint ahogy kezdtünk, valamint a szélszem. Ez volt a negyedik sor. Az ötödik sor következik, szélszem. Egy fordított. És a következő szembe is úgy szúrunk, mint a fordítottat kötnénk, de csak átemeljük majd ezt a szemet a jobb tőre, miközben a fonal hátul van. Ezt ismételjük végig. Egy fordított, egy szemet kötés nélkül átemelünk fonal hátul. Fordított, átemeljük fonal hátul. Fordított, fonal hátul. Fordított, fonal hátul.
szélszem. Ez volt az ötödik sor. A hatodik sor következik, szélszem. Kötünk egy sima szemet, és a következő szemet, amit az előző sorban átemeltünk, továbbra is átemeljük, de a fonal most elől lesz. Úgy szórunk tehát bele, mintha fordítottat kötnénk, és áttesszük a jobb tűre. Ezt ismételjük végig. Sima, egy szemet átemelünk fonal elől. Sima, egy szemet átemelünk fonal elől. Sima, fonal elől. Sima, elől. Sima, elől. Sima, elől. Szélszem. Ez volt a hatodik sor. Ezzel a hat sorral megkötöttünk egy mintaegységet magasságban, a továbbiakban ezt ismételjük. Ha tetszett ez a videó, kérlek, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt eddig már megtette. Remélem, hamarosan találkozunk, addig is jó kötést kívánok mindenkinek.